egy gyors videót felül a Kodak LK2 fényképezőgépről. Még iskolás koromban kaptam, amikor tovább tanultam svédből. Ez volt az első olyan gép, ami előadta a képet. Még úgy kellett kitekerni. A világ első gépei között voltak. Akkor nem Polaroid volt, hanem Kodak. De aztán később vita alakult ki a Polaroid és a Kodak között, hogy ki csinálta előbb, és valamiért a Polaroid nyerte meg. Pedig én úgy tudom, hogy a Kodak dobta előbb ki ezeket. Ez a film kazetta tartó, 10 darab fér bele. Vannak még a méretek is. Úgy tudom, hogy a Polaroid is jól szokott bele lenni méretbe. Még apu küldte nekem annak ide is svédből, amikor itthon még a Smena etűd meg zenit korszak volt, amiben film kellett. Ez egy ilyen tesztgomb. Egy fényt is tudott mérni. Itt kellett berakni az elemet. Ezeket az elemeket, amik itt láthatók. Azóta sem nagyon látni ilyen gépet, hiszen akkor is csodájára jártak. Itt kellett kitekerni a filmet. Az ember ezt tekerte, és akkor jött ki erről a kép vagy film. Ide kellett berakni a villanó vakut. Egy ilyen pusztukás vakuba volt, 8 darab, olyan mint az izzó, ilyen kristály, égé vagy izzó. Az egy villanás alatt kiégett nagy fénnyel. Utána az egészet cserélni kellett, így komplet, így vele kellett állítani. Elektronika meg ugye üzembe helyezte, exponáláskor. Aztán ugye keresője, belenéző. Itt volt egy számláló, hogy az ember tudja, hogy még mennyi van benn. Mennyi ment el eddig. Itt látszik, hogy egyes, mert egyszer most ugye már kitekertünk. Itt kell berakni a kazettát, a kinyitója. Szóval már akkor ilyen modern dolgokat csináltak. Így néz ki a belseje. Itt a jelölés, hogy be kell rakni. Ebben volt a 10 darab kazetta is film. De szóval ennyit most erről az emlékről. Van pici Kodak, azt is felrakom. Az meg a legelső ilyen gyártott Kodak paketfilmes fényképezőgép volt. Till Attila mondta az Ázsia Expressben, hogy ami egyből eladja a képet, az Polaroid, pedig hát nem. Azért is vettem ezt föl, mert itt a Kodak a példára, hogy Kodak volt az első. Már kicsit rossz a doboza.